Szeptember 28-án észlelte a közösségi médiában a Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetsége, hogy Somogy vármegyében Taszár környékén egy ismeretlen eredetű, sűrű, olajszerű anyag került a Kapos folyóba. Ez október 1-én a Sió csatorna Tolna vármegyei szakaszát is elérte, amely halak pusztulását okozta. Azt tapasztaltuk, hogy a délelőtti órákban, október 1-én, mert a szakály részen is az jelen volt, láttunk elpusztult domaikót, nagyobb testű domaikót, és elmentünk Regölybe, ahol is a Regölynél ott egy hídnál mértünk vizet, oxigénszintet, víz-oxigénszintet, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon alacsony ez az oxigén. Normál esetben jelenleg ezek a vizek ilyen 8 fölötti milligram per liter oxigénnel kellene, hogy rendelkezzenek. Ott az első mérésünkön 0,35 milligram per liter volt ez a szint, ami mondhatjuk, hogy szinte az élettel összeegyezhetetlen a halak számára, illetve egyéb vízi élőlényeknek. Az illetékes szervek közben vettek vízmintát, hogy megállapítsák a halpusztulás okát. A regai részen apró halakat láttunk pipálni nagy mennyiségben, keszegféléket, nagyon sok bodorkát, küszt, dévérkeszeget, illetve a lentebbi szakaszon már megjelentek az elpusztult és tehát az elpusztult domolykók, illetve a bódult halak már ott nagy mennyiségben. Október 1-én közérdekű bejelentést tett a TOHOSZ a Tolna vármegyei, illetve a Somogy vármegyei kormányhivatalai környezetvédelmi osztályain, ahol már tudtak az esetről. Azt az információt kaptuk, hogy tudnak valamilyen szinten a dologról, mert a kaposvári cukorgyárnál egy tározót, valami víztározóikat beengedték a vízbe, és hogy előfordulhat, hogy az ő vízükből néhány apróbb keszeg megjelenik elpusztulva. És akkor tájékoztattuk ezeket a hatóságokat, hogy itt nem néhány apróbb keszegről van szó, hanem a Kaposban előforduló őshonos halfajokról és hatalmas oxigénhiányról. Arra kérik a horgászokat, hogy a következő napokban ne fogyasszanak sem a Sióból, sem a Kaposból fogott halból, mert nem lehet tudni, hogy milyen szert engedtek a folyóba.